Köszöntöm az Esti Mérleg valamennyi nézőjét, folytatódik a térség országgyűlési képviselőit bemutató sorozat itt a Fehérvár televízióban. Stúdiónk vendége Tesszé Zoltán. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást. A harmadik választási ciklusban kapott felhatalmazást, és hát a miniszterelnök megújította a 2016 óta érvényes miniszteri biztosi megbízatását és kinevezését is. Hogyha az elmúlt időszakot értékelni kéne, akkor mik voltak a legfajsúlyosabb eredmények, hogy látja ezt? Hát, hogy ezeket az eredményeket tudjuk értelmezni, talán egy nagyon picit érdemes lenne még egy kicsit előrébb szökni az időben, hogy legyen egy viszonyítási alapunk. Én először választott tisztséget 2008-ban kezdtem el betölteni Bicskén egy időközi választást követően, akkor Bicske városa csődbe volt. A költségvetésével megegyező mértékű adósságállománnyal bírt. Aztán 2010-ben az országgyűlési választásokon is választott tisztségben országgyűlési képviselő lettem, és hogyha visszaemlékszünk arra, akkor tulajdonképpen Magyarország volt csődben. Ott álltunk, ahol Görögország a tönk szélén. Most ehhez viszonyítva érdemes talán megnézni azt, hogy hová jutottunk az elmúlt két ciklus alatt, és talán a reményeinket, hogy még ebben a ciklusban, amit most kezdhettünk, hova fogunk eljutni. Most, hogyha a beszélgetésünket egy kicsit megpróbálom elképzelni, akkor biztos, hogy sok-sok fejlesztésről fogunk beszélni. Olyanokról, amelyeket az önkormányzatok, vagy az egyházi szereplők, vagy cégek tudnak megvalósítani. Csak arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy nem mindig volt ez így. Úgyhogy örömteli, hogyha erről tudunk beszélni. Ugyanakkor egy politikust pedig megerősít, hogyha egy olyan helyzettel is szembesül, amikor nagyon nagy problémák vannak, és amikor ezeket a nagyon nagy problémákat kell megoldani, az sok mindennel fel tud vértezni egy közéleti szereplőt. Én is nagyon fontosnak tartom a saját életemben, hogy részese lehettem Bicske város felemelkedésének, ami 2008-tól elindult, és részese lehettek 2010 óta, mint országgyűlési képviselő, és mint miniszterelnöki biztos az ország felemelkedésében, ami szerintem ma már nem nagyon vitat senki. Hogyha akkor visszamegyünk a kezdetekhez, akkor mit jelentették a legnagyobb kihívást, és hogyan sikerült eljutni a fejlesztésekig? Hát ami összekapcsolja azt a két világot, amiről említést tettem, a önkormányzatok világát és a parlamenti képviselőnek a munkáját, az tulajdonképpen az, hogy abban az időben, 2008 és 2011 között az önkormányzatok tulajdonképpen túl szerették volna élni azt a helyzetet, amiben sodródtak, vagy amiben sodorta őket az állam, hiszen olyan feladatokat adott át az önkormányzatok részére, amelyek tulajdonképpen állami feladatok, és amelyek mellén finanszírozást nem biztosított. Így volt az lehetséges, hogy az önkormányzatok eladósodtak. Sokszor ezt a választópolgárok sem értik, hogy hát hova költötték el a települések a pénzt. Hát azokra a feladatokra, amely kötelező jelleggel el kellett végezzenek, viszont nem kaptak mellé az államtól finanszírozást. Legyen ez a nagyon jó példa, hogy akkor még közoktatásnak hívtuk, és nem köznevelésnek. Szerintem ez a mostani szó sokkal szebb, de akkor a közoktatási rendszerben úgy nézett ki, hogy mondjuk Bicske tekintetében az állam normatívából az szükséges pénzeszköz 48%-át adta, és 52%-t a várost tett mellé. Mondjuk egy megyei önkormányzatot, akár a Fejér megyeit, hogyha tekintjük, én 2006 és 10 között Fejér megyei önkormányzati képviselő is lettem, ott pedig tulajdonképpen bevételek nélkül kellett fenntartani szociális intézményeket, oktatási intézményeket, és mit tudott tenni egy megyei önkormányzat? Hiteleket vett föl, hogy ezt a feladatot tudja teljesíteni. Ebből mentette ki a második Orbán kormány idején az állam az önkormányzatokat, és én szerintem ez
ezzel biztosította a valódi önkormányzatiságot, hogy tényleg a helyi közösség eldönthesse azt, hogy ő milyen irányba szeretne fejlődni, mit tart fontosnak, milyen fejlesztéseket, milyen döntéseket, és ezt ma megtehetik, hiszen van egy pénzügyi szabadságuk, nincsenek eladósodva. Szerintem ez volt a kiinduló pont ahhoz, hogy eljuthassunk oda, hogy sok-sok önkormányzati vagy állami fejlesztés szépségéről beszéljünk. Nem csak, hogy emiatt tehetik meg, hanem hát az is átalakult az elmúlt időszakban, hogy gyakorlatilag helyben dönthetik el, hogy mit szeretnének fejleszteni. Ez korábban azért nem így volt. Tulajdonképpen a fejlesztés politikában óriási változás az, hogy én emlékszem rá, az önkormányzatok fűfára pályáztak. Olyanokra is, amire tulajdonképpen nekik nem volt szükségük, de mivel nem nagyon láttak mást, ezért beadtak pályázatokat, amit éppen elérhető volt. Azzal próbáltak bennünket hitegetni, hogy ezt az Európai Uniós pályázati rendszert, ezt tulajdonképpen az Európai Unió diktálja, hogy mire lehessen pályázni. Ezt ugye azóta már tudjuk, hogy nem egészen így van, hiszen az operatív programoknak a rendszerét éppen hogy a nemzeti kormányok döntik el, hogy melyik ablakba milyen fejlesztésekkel szeretnének élni. És a másik nagy változás pedig az volt, hogy a pályázatok nagy részéhez az önkormányzatok tekintetében nem szükséges önrészt mellé tenni, hiszen régen az is nagy problémát okozott, hogy egy elnyert pályázat mellett mondjuk volt egy 30%-nyi önrész, amit mellé kellett tenni. Ez ma a gazdasági szereplőknél így van és megmaradt, ami szerintem helyes is, hiszen ez azokat a vállalkozásokat hozza helyzetbe, akik már igazolták azt, hogy tehetségük van a források felhasználásában, tehát szerintem az helyes, hogy a üzleti szférában, a verseny szférában megmaradt a pályázati önrész. Viszont az önkormányzatoknál ez nem így van. Fejér megye tekintetében a területi operatív program, ami igazából az önkormányzatok felé irányul, az 34 milliárd forint felhasználását tette lehetővé, de dr. Molnár Krisztián megyei elnök úr jól végezte a munkáját, mert ezt további 4 milliárd forinttal megtoldották. És a megye 5 választókerületéből az enyém, ami ugye a Bicskei központú választókerület, északon, ugye ez Csapdimány, délen Besnyő, Belojanis, Zicsiújfalu, nyugaton Gánt, keleten pedig Etyek által közrefogott 35 település. Ezek a települések több mint 10 milliárd forintból fejlődhetnek, gazdagodhatnak. És ezt el tudom mondani, hogy a választókerületben minden település ennek győztese, hiszen úgy próbáltuk irányítani a folyamatokat, hogy mindenhova jusson a lakosságszámnak és az ambícióknak megfelelő arányú pénzügyi forrás, és én azt gondolom, hogy ez sikerült. És vannak komoly ambíciók is a térségben, Etyek környékén, a Válibölgy környékén, és hát azért a Velencei tavat se felejtsük ki. Igen, az a megbízatás, amiről említést tett a miniszterelnök úrtól, a miniszterelnöki biztosi megbízatás, ami tulajdonképpen kicsit több mint 2 év alatt azért elég sok eredményt hozott, elég sok eredménnyel büszkélkedhetünk. Ez a Pannonia szíve térséggel kezdődött, amely tulajdonképpen 23 települést érint. Ennek a választókerületnek, amelynek országgyűlési képviselője vagyok, ennek a észak-nyugati fele 23 település, és amikor a programot kialakítottuk, és amiről ezt a kis könyvet magammal hoztam, a Barnát, amely azt a közel 100 fejlesztési elképzelést mutatja be, amelyet begyűjtöttünk az érintett településektől. Ennek valóban... Akkor valóban aktívak voltak a települések. A települések is aktívak voltak, az összefogás is nagyszerűen sikerült, hiszen az egész úgy indult, hogy 3 polgármester, a Bicskei, a Váli és a Martonvásári, az összefogást kezdeményezte, illetve felhívta rá a figyelmet, hogy talán abból a helyzetből, amiből vagyunk, vagy amiben vagyunk, közösen tudunk kimozdulni. És ez így furcsa lehet, mert én tudom, hogy az országos
médiumok egy részében. Ez a terület úgy van beállítva, mintha óriási kiváltságokkal bírna, mivel hogy miniszterelnök úrnak a helyi kötöttsége az ismert. Én azt tudom mondani, hogy egy nagyszerű partnerre találunk természetesen miniszterelnök úrban, de ez a térség a II. Világháborút követően kiemelten hátrányos helyzetet élvezett, hiszen hogyha összehasonlítjuk más területeivel az országnak, akkor a főnemesi, nemesi kastélyok, kúriák, mint a gazdaságoknak a sűrűsége ezen a területen összpontosul. Itt van a legtöbb. És ez hát épp hogy nem kiváltságot jelentett, hanem pontosan az elsorvasztás volt a szocializmusban a cél, és hát hogyha megnézzük azokat az épületeket, amiről említést tettem, akkor ez zömmel sikerült is. Elég, hogyha az alcsódobozi arborétumban a Habsburg kastélynak az egyedül megmaradt portikuszára gondolok, és a mögötte tátongó űrre, ami régen egy gyönyörű kastélyt hordozott. Amit aztán széthordtak, mert hogy... Amit széthordtak, mert ösztönözték rá, a lakosságot is nem véletlenül gyulladt meg. Nem, igen, ez egy nagyon bonyolult történet. De folytathatnám, mert mondhatnám a váli űrményiek hagyatékát, mondhatnám a lovasberényi cirákiak hagyatékát, Tordason a sajnovicsékét, és tényleg folytathatnám sokáig. Van benne néhány olyan ékkő, amit többé-kevésbé éppen maradt, mert hogy valamiféle funkciót találtak neki a szocializmusban is, így a Dreher Brunswick kastély Martonvásáron, hiszen ott a Magyar Tudományos Akadémiának egy komoly kutató központja, és annak a patinás irodaépületei vannak a kastélyszárnyban, de mondhatjuk a Batthyány kastélyt, ahol gyermekvédelmi intézmény, vagy az Eszterházi kastélyt Csákváron, ahol pedig egészségügyi intézmény működött, ezért többé-kevésbé éppen maradt az épület. Azt nem mondja senki, hogy ezek a funkciók a legjobbak ezekben a kastélyépületekben, de ez megakadályozta az olyan mértékű pusztulást, ami az előző ebben felsorolt kastélyoknál nem tudott. Van dolgunk bőven. Én azt gondolom, hogy ennek a Pannonia Szíve programnak a legelső lépése, hogy valahogy elkerüljünk arra a pontra, amikor az a régi pusztítást valamilyen módon, az összefogással, nagyon sok nemzeti forrásból történő segítséggel azt újra tudjuk a maga patinájában, szépségében megmutatni. Ez természetesen turisztikai vonzerőt is gerjeszt, de a területen mondtam, hogy 100 elképzelés van, egy kicsivel kevesebb, mint 100 elképzelés, talán 96. Ez csak egy része, ami mondjuk az épített örökséget, de nagyon sok olyan elképzelés is van, ami közösségfejlesztő, de mindegyik turisztikai vonzerőt fejleszt egyben. Ez ugye az egyik feladatköre az említett fejlesztéseket érintően. Igen, és hát vettem a bátorságot, hogyha ezt a megbízatást megkaptam, akkor a választókerületemnek a másik térsége, ami a Velencei tó és Martonvásár, bár mondjuk éppen Martonvásár belecsúszik a Pannonia szívébe is, de hogy másik lehetőséget formáljunk annak érdekében, hogy ez a terület is turisztikai szempontból fejlődhessen. És a másik könyv, amit hoztam magammal, az a Magyar Turisztikai Ügynökségnek a kormány előterjesztése, ami a budapesti agglomerációs gyűrűről szól, aminek része az a terület, amiről előbb beszéltem, mint Pannonia szíve, de javaslatomra belekerült a Velencei tó is, ez mint egy egysége ennek a gyűrűnek, de Esztergom, Visegrád, Gödöllő és Ráckevével zárul körbe ez a turisztikai destináció, és ez egy óriási lehetőséget hozhat ennek a területnek, hiszen az előterjesztés arról szól, hogy a kormány kiemelt turisztikai fejlesztési területté nyilvánítsa ezt az agglomerációs gyűrűnek ezeket a részeit, és ezzel olyan új lehetőségek nyílhatnak meg a térségben, amelyről eddig csak álmodhattunk. Az előterjesztésben
Pannonia szíve fejlesztéseire, mint egy 13 fejlesztési elképzelésre közel 20 milliárd forintot biztosítana a kormány nemzeti forrásból. A Velencei tó környékiekre, amely egy 10-es nagyságrendű fejlesztési elképzelés, arra pedig közel 10 milliárd forintot, de ez sem mindegy, minden még, hiszen emellett a kiemelt turisztikai fejlesztési területté válás, az megnyithatna újabb pályázati lehetőségeket nem csak az önkormányzatok, hanem a helyben munkálkodó kis és közepes vállalkozások számára, akik a turizmusban dolgoznak, és nemzeti forrásból tudnának pályázni a fejlesztéseikre. Én úgy érzem, hogy karnyújtásnyira vagyunk, hiszen a kormány még 2017 végén ennek az előterjesztésnek a minket érintő területe kapcsán már tárgyalta ezt a kormány előterjesztést, azt támogatta is első olvasatban, és arról nyilatkozott, hogy egyben szeretné az agglomerációs gyűrűt elfogadni. Az előterjesztés elkészült, a kormány felállt, úgyhogy én azt gondolom, hogy most már csak a döntés várat magára, és akkor új perspektívák nyílnak a Velencei tó környékén is, és a Pannonia szívében is, tulajdonképpen Fejér megye 3-as választókerületében. Mondhatjuk azt, hogy akkor az új mandátummal egyrészt folytatja, vagy folytatják ezt a munkát, de nyilván vannak új elképzelések és perspektívák is. Hát én azt gondolom, hogy amiket papírra vetettünk, azokon, hogyha lépésről lépésre végig tudunk haladni a megvalósítás útján, már az egy óriási dolog lenne, vagy óriási dolog lehet, hiszen én biztos vagyok benne, hogy meg fognak valósulni zömében. Ugyanakkor az élet az olyan, hogy miközben dolgozunk valamin, a szükségszerűségek, hogy mást is meg kellene valósítani, azok mindig jönnek velünk szembe. Így hát példaként említeném, hogy az előző ciklusban 2 év alatt miket valósítottunk meg. Szerettük volna ezt a térséget ráhelyezni a turisztikai térképre, úgyhogy vonalas fejlesztéseket indítottunk. Ezek közül is jelesül és nagyon fontos a megítélésem szerint a kerékpárút hálózati elemek, amelyek közül az Esztergom, Etyek, Ercsi kerékpár út nyomvonalból Tarján és Etyek között épített kerékpárút jött létre, Etyektől Ercsig pedig egy szakaszon épített, egy másik szakaszon kijelölt, de ez már régebben valósult meg. A közeljövőben szeretnénk Tarjántól feljutni Esztergomig, és akkor lenne egy olyan kerékpárút, ami ezt a Pannonia szívét két ponton kapcsolja össze az Euróveló 6-os kerékpárúttal, ami a Duna mentén halad, nyilván Esztergom és Ercsi a két pont, és azt is tudjuk, hogy a Budapest-Balaton kerékpárút pedig itt fog haladni végig ezen a területen, tehát egyrészt fogja érinteni Etyeket is, másrészt fogja érinteni a Velencei tavat is, és lejut a Balatonra, ami különben már kiemelt turisztikai fejlesztési terület, hiszen a kormány már döntött néhány ilyenről, csak hogy össze tudjuk hasonlítani a mi térségünket, hogy milyen más turisztikai desztinációkkal kerülünk egy szintre a magyar turizmus térképén. A kormány döntött Fertőd Eszterháza, döntött a Balaton és Tokaj és a Dunakanyar. Tehát most ez a 4 pont van, és jön a budapesti agglomeráció, aminek mi részei vagyunk, és tudomásom szerint, bár valószínű ez is olyan, amit majd még tovább lehet gondolni, de a kormány abban gondolkodik, hogy most ezek lesznek a kiemelt turisztikai fejlesztési területek, tehát itt kerülünk be ebbe a képbe. De visszatérve a fejlesztésekre, amik megvalósultak, tehát ez a kerékpárút, ami 40 km hosszú, ebből 20 km épített, 20 km pedig alacsony forgalmú úthálózati emlemek felhasználásával. Etyeken is sok fejlesztés történt, hiszen a 4 borászati központ gyönyörű új arculatot kapott, egy bazaltkockás burkolattal, nagyszerű utcabútorokkal, diszkandelábér sorral eltűntek ezek a kábelerdők a gasztrosétányról, tehát az oda látogatók, az etyeki piknikre érkezők, most tényleg egy modern, 21. századi minőséget, de mégis a szőlőhegyi kultúrába illeszkedő hangulattal találkoznak, ott is még különben vannak munkálataink bőven, és azt mondtam, hogy ez mindig felkelti
más igényeket is, hiszen mi úgy gondoltuk először, hogy csak az Újhegyen fogjuk a gasztrosétány, ahol van, a egyeki piknikek helyszíne megvalósítani ezt a szintű fejlesztést, de közben kiderült, hogy az Öreghegyen is van erre igény, a Kecskegödörnél is, és Etyeknek az emblematikus helye, ugye a körpincék ott is, úgyhogy kénytelenek voltunk, és örömmel megcsináltuk ezeken a területeken is, tehát ezek már megvalósultak. Itt Etyeken létre tudtunk hozni egy magyarországi kitelepítettek emlékházának otthont adó épületet, ami egy régi svábháznak, amely már majdnem elpusztult, a felújításával jött részben létre. Most még a melléképületeit, illetve az udvarát szeretnénk rendbe tenni, parkolókat létrehozni, az is benne van a következő időszak fejlesztési elképzeléseiben, de látom, hogy fogy az időnk. Igen, fogy az időnk, de bizonyára fogunk még beszélgetni. Végezetül még egy kérdést engedjen meg itt műsorunk végén, Bicske vonatkozásában a menekült tábor kérdésköre. Választási kampány során egészen egyértelműen az volt látható, hogy a bicskei emberek azért nem nyugodtak meg teljesen a tekintetben, hogy igaz, hogy a kormány jól döntött, és megfelelő időben bezárta ezt a helyszínt, ami a mi számunkra, akik ott élünk, teljesen racionális döntés volt, hiszen megítélésünk szerint semmiféle helye nincsen az országnak a szívében egy ilyen helyszínnek, sokkal inkább a beengedési pontok környékén kell ezeket megvalósítani, úgy, ahogy a kormány ezt meg is tette, mégpedig a határzónában, mégpedig úgy, hogy tulajdonképpen még magyar területre nem is igazán léptek ezek a polgárok, egészen addig, ameddig vagy a menekülti státuszt, vagy az oltalmazotti státuszt el nem nyerik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a 2018. április 8-ai választásokat követően, igen, a bicskeiek is meg lehetnek nyugodva, a választókerületben és az országban élők is, hogy semmiféle olyan szándék nincsen, hogy ilyen táborokat, amely nehéz helyzetben vagyok, mert mi évekig menekült táborként hívtuk ezt Bicskén, és az is volt, hiszen zömmel valóban olyan emberek érkeztek még, mondjuk a délszláv háborúk idején, köztük sok magyar is, akik a háborús övezetből az életüket mentve, hiszen az életük volt veszélynek kitéve, érkeztek hozzánk, és kérték a segítséget. És mi örömmel segítettünk, viszont én azt láttam 2015-ben, hogy ez a menekült tábor, ez migrációs táborrá züllött, hiszen 100 emberből, aki oda megérkezett, 2-ről derült ki, hogy ő valós életveszélynek van kitéve a hazájába, onnan, ahonnan elindult, és ők valóban kérték is a segítséget, és nem követelték, akik még pedig a médiában, amiket láttunk, híreket, folyamatokat, képeket, arról pedig ezt nem lehetett elmondani. Úgyhogy én megnyugtatónak érzem a helyzetet, pláne a tegnapi nap után, amikor a kétharmados jogszabályok elfogadásával, egyrészt az alaptörvény módosításával, másrészt pedig a stopsoros törvénynek az elfogadásával. Azt gondolom, hogy még több biztosíték van arra, hogy a mi rendszerünk az alkalmas lesz megvédeni a kultúránkat, a vallási meggyőződésünket, és mindazt a sikert, amit mi vagy az elődeink elértek, meg tudjuk őrizni Magyarországot Magyarországnak. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát folytatni fogjuk majd ezt a beszélgetést hamarosan. Köszönöm szépen én is, hogy meghívtak. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket, Esti Mérleggel természetesen folyamatosan számítunk a figyelmükre itt a Fehérvár Televízióban.